20-as javaslatban. Tehát a 27-esben Schiffer András lecövekel amellett, hogy az állami számvevőszék legyen a korrupció elleni küzdelemnek a fő központja. Mert ma a Magyarországon nem csak a munkanélküliség, nem csak az államadósság, hanem a korrupció ellen is hadat kell üzenni. Sajnos ez a probléma, ez nem látszik itt a kormány eddigi teljesítményén. Az elszámoltatás is, hát hogy úgy mondjam, eléggé problémás döcög. A korrupcióról pedig ismét lehet majdnem minden nap hallani. Ma is itt a vasútmutyi kapcsán felvetődött egy ilyen probléma. Tehát tisztán kell látni, az állami számvevőszék folyamatosan vizsgálja és elemezze az ellenőrzési jogkörébe tartozó szervek és személyek korrupciós veszélyeztetettségét, értékelje és rendszeresen tegye közzé a korrupciós cselekményéről rendelkezésre álló adatokat. A korrupció ellenes ajánlásokat, képzésprogramokat, kutatási programokat dolgozzon ki, és végezze el a külön törvényben meghatározott korrupciós hatástanulmányokkal összefüggő feladatokat. És a nagyon fontos látni, hogy amikor mi itt a tisztelt házban törvényt hozunk, akkor sajnos főleg itt a kisebb frakcióknak nincs meg az apparátusa, hogy minden egyes törvénynek egy ilyen korrupció kockázat elemzését elvégezzük. És jó volna, hogyha az ÁSZ-nál valóban, én azt mondom, nem sajnálom az ellenőrzéstől, a közpénzügyek ellenőrzésétől a pénzt. Csak akkor a korrupció ellen is kőkeményen lépjenek föl, és végezzenek korrupciós hatástanulmányokat a jogalkotás segítésére. A 28-as pontban Schiffer Andrással azt mondtuk, hogy az állami számvevőszék ne csak a korrupciós ügyeknél, hanem más törvényjavaslatoknál is legyen itt a vitában. Küldje el legalább, hogyha nincs itt a véleményét. És csak akkor lehessen megvitatni egy ilyen közpénzügyekhez szorosan kapcsolódó törvényjavaslatokat, amikor az ÁSZ elnöke részt vesz ebben a vitában. Például a közbeszerzésről szóló törvény. Költségvetési és Európai Uniós forrásból nyújtott támogatások általános szabályairól szóló törvény. Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló törvény. Például, amit emlékszem, ősszel itt hajna 3-kor vitatkoztunk, és az ÁSZ-nak híre hamva sem volt. A közpénzek felhasználásának átláthatóságával kapcsolatos törvény. Igenis, az állami számvevőszék, hogyha már ennyi pénzt költ rá a magyar állam az adófizetők pénzéből, vegyen részt a jogalkotásba, és segítse a jogalkotókat azért, hogy egy átlátható és korrupciómentes Magyarországot hozzunk létre. Következő a 30-as pont. A 30-as pont ehhez kapcsolódik, hogy ezeket a törvényeket az országgyűlés csak az állami számvevőszék elnöke véleményének ismeretében tárgyalhassa. Tehát ne egy ilyen kívánságlista legyen, hogy de jó volna az ÁSZ elnök is itt véleményt mondana, hanem igenis, csak akkor léphetünk tovább, hogyha az a szervezet, ami a korrupció ellenes küzdelemnek a központja lenne legalábbis szerintünk, az a szervezet, az vélemény nyilvánítana. Következő 36-os pont, és most itt rátérünk az állami számvevőszék elnökének személyére, hogy mi azt mondjuk, csak olyan ember lehet az állami számvevőszék elnöke, aki közpénzzel való gazdálkodás ellenőrzése terén legalább 10 éves szakmai tapasztalattal, vagy kiemelkedő elméleti felkészültséggel rendelkező személy lehet, jogi, államigazgatási vagy közgazdaságtárgyú felső fokú végzettséggel kell, hogy rendelkezzen. És ez nem elég, mert mi azt mondjuk, hogy szakember legyen, viszont pártfüggetlen is legyen, hiszen azt gondoljuk, hogy a választás megelőző évben, hogyha valaki országgyűlési képviselő, a kormánytagja, helyi önkormányzati képviselő, polgármester, főpolgármester, alpolgármester, főpolgármester helyettes, vagy egy pártban vezető tisztséget, helyi vagy országos szinten vezető tisztséget tölt be, akkor ne legyen az állami számvevőszéknek az elnöke. Hiszen ott már a politika közbejátszik. És még van egy nagyon fontos javaslat, hogy ne lehessen újra választható az állami számvevőszék elnöke. Ez azért fontos, mert hosszú időre választunk meg egy állami számvevőszék elnököt, és nagyon nem jó az, hogy az állami számvevőszék elnök nem csupán a szikár szakmaiságot tekinti az egyetlen céljának a működésének, hanem próbál a mindenkori hatalomnak megfelelni, és ezért azért, hogy újra választhassák, ezért
sehogyan sem viselkedik leginkább. Ezért volna fontos, hogyha az állami számvevőké kőkemény számonkérő és elszámoltatásban, tehát pénzügyi elszámoltatásban résztvevő szervezet közpénzek kapcsán, akkor itt ne lehessen politikai játékokat játszani, ne legyen politikus, szakember legyen, és ne lehessen újra választani. Köszönöm a szót. Köszönöm szépen, képviselő úr. Nyikos László képviselő úr következik harmadik körben. Köszönöm szépen, igyekszem ebben a szakaszban utoljára szót kérni. A 27-es ajánlási pontban Vágó Gábor is érintette a korrupció problémáját. Igen, hiányolható a törvényjavaslatból ez a kifejezés. Semmit sem mond a korrupció elleni harccal kapcsolatban a számvevőszéki törvénytervezet. Miközben tudjuk egy legutóbbi felmérésből, hogy Oroszország után Magyarországon a legnagyobb a korrupciós veszély, vagy a korrupciós betegség. Nem tudjuk, hogy ez ebben mennyiben politikai, mennyiben üzleti, mennyiben más természeti korrupcióról van szó. De a lényeg az, hogy a számvevőszéknek igenis nagyon nagy szerepe lenne abban, hogy az ellenőrzési eszközeivel a korrupció ellen harcoljon. Ez az eszköz nem más, mint az elsődleges számvevőszéki feladat, a pénzügyi ellenőrzés vagy financial audit, ami ugye arra kíváncsi, hogy stimmelnek-e az elszámolások. A mérleg, az eszközök, források, a leltár elkészült-e, megvannak-e a vagyontárgyak, a bevételek, kiadások szabályosan lettek-e könyvelve, befolytak, kifizetések megtörténtek, betartották az ide vonatkozó szabályokat. Ezt a pénzügyi ellenőrzés eszközeivel kezelni lehet. A szerződéseket ellenőrizni lehet, a hatáskörök betartását ellenőrizni lehet, a belső ellenőrzési folyamatba épített különböző pontokat ellenőrizni lehet. Ezek nagyon fontos eszközök a korrupció elleni harcban. Ez sincs benne a törvény javaslatban. Teljesen csak tallózok, elnök úr, mert természetesen nincs arra mód, meg talán szükség sem, hogy itt minden érdemi kérdésre az ember reagáljon. Szeretnék arról szólni, először is szeretném rögzíteni, hogy a számvevőszék elnökének a státuszát, munkajogi helyzetét nagyon egyszerűen lehetne kezelni, akár egy paragrafussal, hogyha deklarálná a törvény, hogy a számvevőszék elnöke egyenrangú a miniszterrel, juttatásait illetően és egyéb szabályokat illetően, ahogy ez valamikor az első számvevőszéki törvényben volt, és több nyugat-európai országban jelenleg is így van, és ezt a sok körmönfont paragrafust, hogy akkor mi van, hogyha ezeket nyugodtan lehetne szűkíteni. Egyébként is ízléstelennek tartom, hogy egy 37 paragrafusból álló törvényjavaslatban 17 paragrafus önmagával foglalkozik a számvevőszékkel. Miért nem lehet a számvevő köztisztviselő? Miért kell ilyen körmönfont mindenféle tizedes szorzókkal itt számolgatni azt, hogy mi van akkor, hogyha főtanácsos, mi van akkor? Követhetetlen. Munka jogilag követhetetlen ez a teljesen bonyolult, mesterkélten bonyolultá tett szabályozás, aminek tulajdonképpen egy magyarázata van. Ez pedig erkölcstelennek tartom, hogy a számvevő szék dolgozói által jelenleg legálisan élvezett két havi bérnek megfelelő jutalmat vissza akarják forgatni az alapbérekre, és ezeket a szorzókat így kreálták utólag hozzá. Kérem szépen, hogyha a nyugdíjasoknak nincs 13. havi nyugdíj, ha a kormánytisztviselőknek nincs 13. havi jutalom, horribile dictu, ugye a közjogi méltóságoknak sincs már 13. havi juttatása, senkinek sincs, akkor a számvevőszéknél érthetetlen az, hogy meghagyják a két havi jutalmat, visszaforgatják alapbérre, szinte bebetonozzák, ez még inkább garantált. Miközben a érte járó teljesítmény pedig nincs sehol definiálva. Visszalapozva itt a hetes ajánlási pontban, ugye, ahol a számvevőszék feladatait definiálja a sarkalatos törvény, a felelősségről sehol nincs szó. A számvevőszék elnökének a felelőssége föl sem merül. Miért felel? Az ellenőrzések gyakoriságát a számvevőszék elnöke határozza meg.
a 20-as ajánlási pont szerint. Az, hogy ő évente hány ellenőrzést végez, azt, hogy két évente vagy x évente hányat végez, semmit nem mond a törvényjavaslat. Hát ez egy abszurd dolog. Hát ugye a pénzügyi ellenőrzést azt évente kéne elvégezni azért, mert minden gazdálkodó szervezetnek éves költségvetése van. Arról készül egy pénzügyi beszámoló, és azt egy független ellenőrnek meg kell nézni, hogy stimmelnek-e az elszámolások. Ez a financial audit. Az állami számvevőszéknek is van egy könyvvizsgálója, aki minden évben megnézi a számvevőszék pénzügyi beszámolóját, tavalyit is megnézte, és ad egy bizonyítványt róla, egy véleményt, hogy rendben van, vagy ne, vagyis te nincs rendben. Ezeket az éves ellenőrzéseket el kellene végezni, és arról szó sincs, hogy ezt milyen gyakorisággal fogja csinálni a számvevőszék. Hát itt tényleg biankócsekről van szó. Nem tudom, mi a feladatom, az homályos, felelősségem az nincs, de kérem a garantált támogatást évről évre, ami csak több lehet, mint az előző esztendőben volt. Tehát én ezt ilyen szempontból logikátlannak is tartom, hogy a feladat, hatáskör, felelősség, szent háromság az még a szándékaiban sincs szinkronban ebben a törvényjavaslatban. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő úr. Két perces hozzászólásra Vágó Gábor képviselő úr, két szót. Köszönöm szépen. 67-es és 101-es pontokhoz szeretnék hozzászólni, illetve mindenek előtt szomorúan konstatálnom azt kell, azt a immár szokásossá váló tényt, hogy kormánypárti képviselőtársaink nem tartják érdemesnek a vitát arra, hogy felszólaljanak benne, és ez eléggé rossz szájízt ad nekünk, ellenzéki képviselőknek, akik tényleg nagyon sok munkaórát beletesznek abba, hogy jobbítsanak egy törvényen, és csak egy olyan módosítóját engedik át, mint például most itt a 67-esben el is mondanám, amire büszke vagyok, hogy talán belekerülhet a Corpus Jurisba, az, hogy a számvevő jogviszonya felmentéssel megszüntethető, ha a munkájáról készített teljesítmény értéke és eredmény alapján a számvevői munkaköri feladaték ellátása nem megfelelő színvonalú. Tehát én annak örülök, hogy legalább annyival hozzá tudtam járulni itt a számvevőszék működéséhez, hogy csak akkor lehessen kirúgni egy számvevőt, hogyha nem jól dolgozik. Viszont az érdemi rész 101-es pontban úgy gondoljuk, hogy pontosan azért, hogy itt a korrupció ne üsse fel a fejét, és hogyha már valahol egy gyom fölütötte a fejét, hogy gyökerestül kell kitépni, és oda menni még egyszer, hogy nem ütötte föl még egyszer a fejét. Tehát, hogyha valahol korrupciót, vagy egyéb pazarló felhasználását a közpénzeknek, vagy büntető feljelentést tett, vagy fegyelmi eljárást indított az ÁSZ, vagy ilyesmi fajta visszaéléseket tapasztalt, akkor köteles legyen utóellenőrzést végezni. Az nem járja, hogyha valahol probléma van, akkor menjünk tovább, mert még nagyon sok mindent kell vizsgálni. Ha valahol probléma van, azt vizsgáljuk meg utána még egyszer, nehogy beegye magát a korrupció rákfenéje az ország működésébe, a közpénzügyek elköltésébe, viszont úgy tűnik, hogy ez az állami számvevőszékről szóló törvény, ez nem fogja azt a szerepét betölteni, hogy itt az ÁSZ kiírtsa a korrupciót Magyarországról, és ez sajnálatos tény. Köszönöm a szót. Köszönöm szépen. Göndör István képviselő úr következik rendes felszólalásra. Parancsoljon. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Én a 23-as számú indítványnál folytatnám. Itt szeretném arra a hibára fölhívni a figyelmet, hogy a következő mondat, törvény más esetekben az ellenőrzést szabályszerűségi szempontok vizsgálatára korlátozhatja. Különböző helyeken jelenik meg, én ezt célszerűnek tartanám, ezért tettem egy javaslatot, hogy ez az indítvány összefügg a 82-essel, hogy egy önálló paragrafusba jelenjen meg ez, mert tényleg igaz, hogy törvény megállapíthat, vagy szűkíthet lehetőséget. Jelesül itt a nemzetbiztonsági szolgálatokról van szó, de azt fölöslegesnek tartom, hogy minden egyes alkalommal ez a mondat külön jelenjen meg. Nem akarom minősíteni. Szóval ez, amikor kapkodás van egy jogszabály megalkotása körül. A következő, ami megint rettentően fontosnak érzem, a 29-es.
Itt arra tettem javaslatot, hogy az állami számvevőszék elnöke, aki részt vehet a jogszabály előkészítésében, az ő tevékenységét szélesítsük ki addig, hogy az általa ellenőrzött szervezetek számviteli és beszámoló készítésével összefüggő jogszabályok alkotásáról is mondhasson véleményt. Tulajdonképpen ő az, aki az ellenőrzés során a hibát látja, tapasztalja. Kiderülhet, hogy az nem csak rossz hiszemű, rossz szándékú magatartás eredménye, hanem egyszerűen valahol mi jogalkotók valamit elhibáztunk, és ezért a jogkövető magatartásnak az eredménye az, hogy baki kerül a rendszerbe. Ezt viszont csak úgy lehetne kiküszöbölni, vagy tovább csökkenteni ennek az arányát, ha megengedjük és lehetővé tesszük, hogy a számvevőszék az általános számviteli és beszámoló készítésére vonatkozó törvényjavaslatokat is szakmailag véleményezhesse. Mint egy ilyen szervezet, mint az országgyűlés legfőbb pénzügyi gazdasági ellenőrző szervezete, azt gondolom, hogy nem is mondhat le erről a jogosítványról. Én ezért furcsának tartom, hogy már az alapszövegben nem volt benn, itt pedig szintén nem kapta meg a bizottsági támogatást. Itt csak annyit hadd reagáljak Vágó Gáborra, hogy sajnálom, én magam nem vagyok tagja a Költségvetési Számvevőszéki Bizottságnak, így nem tudok erre nyilatkozni. A következő kérdés a 32-es, 33-as ajánlási pont. Itt én nyelvhelyességi okból azt ajánlottam a 33-asba, hogy elnökből és alelnökből, vezetőkből nem folytatom áll az állami számvevőszék. Itt most érdekes módon Dancsó képviselő úrnak megvilágosodott valami, és ő rögtön az egy törléssel egyetért, de alelnököket helyezett kilátásba. Ezek szerint az állami számvevőszéknek több alelnöke lesz, de ebben az esetben megint hadd hivatkozzak arra, hogy a hatályba léptetésnél akkor arról rendelkezni kell, hogy a második vagy harmadik alelnököt hogyan és milyen körülmények között választja majd meg, vagy bocsánat, jelöli és majd választja meg az országgyűlés. Tehát ez így meglehetősen féllábas, tehát megint ugyanabban a helyzetbe kerülünk, hogy alkottunk egy jogszabályt, de amikor meg kell oldani a problémát, akkor majd kapkodunk fűhöz fához, hogy mit is kellene tenni. Tehát én kérem az előterjesztőket, hogy egy kapcsolódó módosító indítvánnyal ennek a második lábát tegyék meg. Én nagy tisztelője vagyok Babák képviselő úrnak, de ha így külön beszélgetést folytatnak, akkor azt hiszem, hogy tényleg az lesz, hogy ez így marad, ahogy van, és utána majd együtt állunk a szégyenpadra. A következő, a 34-es számú ajánlási pont, ahol az SMS-re vonatkozó javaslatunk van, ahol azt javasoljuk, hogy az SMS-t ugyanúgy, mint a most hatályosba, be kelljen mutatni legalább a számvevőszéki ügyekért felelős bizottságnak az országgyűlésbe, mert hogy ez a mi szervezetünk. Tehát ennyi jogosítványunk megint csak kell, hogy legyen rátekintésünk. Nem kell, hogy ide a parlamenti patkóba kerüljön, de az a hozzáértő bizottság igenis tudjon véleményt mondani arról, hogy milyen SMS alapján működik majd az állami számvevőszék. A 36-os, amiről beszélt Vágó Gábor, én magam is támogatom, ez csak egyetlen mondatot tennék, akik emlékeznek a számvevőszék első rendszerváltás utáni első elnökére, Hagelmeier professzor úrra, ők tudják, hogy mit jelent az, hogy minőségi követelményt támasztani az elnökkel szemben. A 37-es pontban kezdeményeztük, hogy a jelölést egy paritásos bizottságba végezzék el. Itt is az a véleményünk, hogy a jelenleg alkalmazott módszer, hogy egy paritásos bizottságban kell meghatározó többséget elérni ahhoz, hogy valaki jelölté váljon, ezt érdemes lenne folytatni, ez egy demokratikus megoldás. Az összeférhetetlenségi szabályok az elnökkel szemben is erősek, ezt mi próbáltuk még
tisztítani, erre még majd később külön visszatérek. És azért is merek hivatkozni azokra a pontokra, bocsánat, akkor majd újra fogok szót kérni. Köszönöm szépen, képviselő, most 2 perces hozzászólásra Nyikos László képviselő úrnak adok szót, parancsoljon képviselő. Köszönöm, elnök úr, a 29-es ajánlási ponttal kapcsolatos véleményére Göndör képviselőtársamnak annyit szeretnék, rendkívül fontos szakmai dolog, nyilván ebben nem lehet belemenni ilyen éjféltájban, de az egyik leglényegesebb szakmai kérdés, hogy a számvitelnek van egy vállalkozói számviteli, meg egy államháztartási számviteli része, és itt ugye a Göndör képviselőtársam azt javasolja, hogy úgymond mindkettőt a számvevőszék kezelje, hát ez egy olyan akkora horderejű feladat, hogy a következő 20 esztendőben én nem hiszem, hogy erre vállalkozhatna. De a probléma abszolút jogos, olyan, hogy elszaladt a világ mellettünk, és ugye például az Európai Számvevőszék már áttért az eredmény szemléletű számvitelre, az Actuarial Based Accountingra, és ugye nincsenek azok a problémák, amik nálunk vannak. Mi még föl se ismertük, hogy miről van szó. Nem is néztünk utána. Nekem volt egy kérdésem a Matolcsi miniszter úrhoz, hogy ezügyben mi a kormány elképzelése, hát nem igen értették a kérdésem, hogy miről beszélek. De hát nagyon fontos ez a felvetés. A másik, amit itt szintén érintettek a 36-os ajánlási pontban, igen, én egy követelményt tennék még a számvevőszék elnöki kvalitásokhoz, hogy legalább egy világnyelvet tárgyalóképes szinten bírjon. Én roppant kíváncsi lennék arra, hogy a Domokos képviselő elnök úr, amikor Johannesburgban tárgyal az Intosai kongresszuson, vagy Abu Dhabiban az Eurosai kongresszuson, akkor milyen nyelven szól hozzá. Mert a nem hivatalos értesüléseim szerint meg se szólal, hanem a vele őt kísérő munkatársa mondja el a beszédét, ő meg ott ül és hallgatja, nem tudom milyen nyelven. Tehát ha már itt tartunk, hogy milyen kvalitások kellenek egy számvevőszéki elnöknek, akkor egy világnyelvet, mint Szlovéniában vagy Bécsben, vagy a környékünkön, bárhol, ez már megvan. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő úr, most zavarban vagyok, megkérdezem Göndör Istvánt, hogy 2 perces vagy 6 perces felszólalásra törekszik a következőben, úgyhogy maradjunk a 6 percnél, jó, és egyezzünk ki ebben, köszönöm szépen. Parancsoljon, képviselő. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Azért kértem külön a 2 percet, és ha így én következem, akkor nincs gond, mert csak ez a kérdés, amiről Nyikos képviselő úr beszélt, valóban igaz, és hosszú-hosszú vitát érne meg itt a házba, hogy 90 óta mindig kérdés az, hogy az állam számviteli rendszert meg kéne alkotni végre, hogy egységes rendszer legyen, és én semmiképpen nem adnám azt, vagy nem kérném, hogy ezt a feladatot maga a számvevőszék lássa el, de hogy ezt számon kérheti a pénzügyminiszteren, vagy helyette a nemzeti gazdasági miniszteren, ezt természetesnek tartom, és a vállalkozói körre ugyanúgy a kormány terjesztelő beszámolói kötelezettségre vonatkozó, azon túl, hogy itt nemzetközi sztenderdek is vannak. Tehát én csak azt kérném, ha már egyszer beengedtük ezzel a törvénnyel az állami számvevőszéket a vállalkozói szférába, akkor adjuk meg neki azt az esélyt, hogy ahol ő hibát lát, akkor mondhassa azt, hogy ez ezért vagy azért következett be, vagy ezért vagy azért nem tudom ellenőrizni a közpénznek a felhasználását az adott vállalkozói körben. És akkor most egy nagyobb ugrással visszatérnék oda, hogy szóval az a furcsa számomra, hogy maga az előterjesztő is, meg a bizottság is. Tehát itt van néhány olyan ajánlási pont, mint például a 40-es, ahol elfogadták, hogy az számvevőszék ügyekért felelős bizottság hallgatja meg az elnököt, vagy hogy egyes mentelmi ügyekben a mentelmi bizottság készíthet elő javaslatot, de sajnos nem volt következetes a bizottság, mert miközben egyik helyen elfogadja, a másik helyen ezt nem teszi meg, ezt az indítványt egy pár pillanat múlva talán megtalálom, elnök úr, és fogom tudni mondani. Igen, a 49-es ajánlási pont, amikor jogszabály körülírja, hogy
milyen kérdésben, azt is, hogy a mentelmi ügyekkel foglalkozó bizottság foglalkozik az ügye, de neki csak javaslattételi joga lehet, mert maga a döntő, a döntést azt az országgyűlés hozza meg. Szeretném fölhívni a kormánypárti képviselőtársaim figyelmét, hogy Dancsó úrnak a 44-es ajánlási pontban megfogalmazott szövegében helyesírási hiba van, ezt valakinek egy kapcsolódó módosítóval ki kellene javítani. Én nem tenném, mert hát ha ebbe az esetben szintén elutasítják. A következő ilyen csomag a nyugdíjkorhatár kérdése, ahol mi ahhoz tartanánk magunkat, ami most is a ház asztalán van, ha egyszer bírák és sok mindenki másnál az általános öregségi nyugdíjkorhatárhoz ragaszkodunk, akkor ezt a számvevőszék elnökével szemben is tegyük meg. A következő az 54-es, 55-ös, 56-os, 57-es ajánlási pontban, amit az általános vitában úgy fogalmaztam meg, hogy a pofátlan végkielégítés kifejezést használta akkor Rogán képviselő úr. Igaz, hogy itt a törvényben, mint végkielégítés, azt kógensen kimondja, hogy nem jár, de helyette jár egy hathavi jövedelem, amit szintén kellene rendezni, és itt Dancsó úr ebbe több módosító indítványt betett. Azt gondolom, hogy itt nem csak a TB, hanem az általános adó szabályoknak a betartására is kellene utalni minden körülmények között. A következő, ami nagyon vitatott kérdés, és igazán itt lehet bizonyítani azt, amit megint csak az általános vitában már kifejezésre juttattunk, hogy a kormánynak van több ellenőrző szervezete, miért kell neki mégis az állami számvevőszék? És itt világossá válik, mert az az indítvány, hogy legalább tájékoztassa az országgyűlést arról, hogy milyen megbízásokat kapott a kormánytól, még ezt sem fogadják el az előterjesztők, tehát ezek szerint bizonyos titkos megbízásokat, amelyről csak a kormánynak ad majd tájékoztatást az állami számvevőszék. Ebben az esetben következik a kérdés, ami a törvényben benne van, hogy ha plusz feladatot kap, akkor ahhoz valakinek forrást kell adni, ehhez kiadja a forrást, ez a forrás része lesz a bázis évi költségvetésnek, és így tovább, és így tovább. Tehát azt gondolom, hogy ezt így lehetne elvarni, ha azt mondjuk, hogy erről tájékoztatja az országgyűlést, amit mi a számvevőszék éves beszámolójánál tudnánk figyelembe venni. A következő, amire megint csak szeretném fölhívni a figyelmet, alapvető működési zavart okozhat. A 60. pontban azt mondanánk ki, hogy az állami számvevőszék alelnöke az elnök akadályoztatása esetén teljes jogkört gyakorol. Na most, ha ezt fogadnánk el, ami most a törvényben van, hogy az elnök által szabályozott, ez azt jelenti, hogy ha az állami számvevőszék elnökét valamilyen baleset éri, vagy valami olyan dolog történik vele, hogy nem fog tudni kiadni utasítást, intézkedést, ebben az esetben tényleg elveszti működő képességét az állami számvevőszék, tehát fel kell, hogy jogosítsa a törvény az alelnökök közül most már az egyiket, mert ahogy támogatták, hogy több alelnök lesz, legalább egyet, aki teljes jogkörben élhet az elnök jogaival. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm szépen, 2 perces hozzászólásra Nyikos László képviselő úrnak adok szót. Elnök úr, köszönöm képviselő. Szépen, csak említette Göndör képviselőtársam ezt a kettős számíteli kérdést, és ennek kapcsán jegyzem meg azt, hogy ugye a 18-as ajánlási pontban szerepel az a hatályos törvényből átvett, egyébként rossz szöveg, mondanám ezt a igen tisztelt kormánypárti képviselőtársaimnak, nem lehet őket felvillanyozni egy az első sarkalatos törvény talán, ha már mi nem is érünk meg annyi tiszteletet önök számára, hogy ide figyeljenek, legalább a sarkalatos törvénynek a tiszteletét mutassák, hogyha nem is érdekli a téma önöket, vagy nem értenek hozzá, hát a kettő azt hiszem együttérvényes, úgyhogy ennek ellenére azért megjegyzem azt, hogy
hogy ugye benne hagyták azt a rossz szöveget a törvényjavaslatban, hogy az állami résztulajdonban levő társaságokat is ellenőrzi a számvevőszék. Nem mondják meg, hogy az a résztulajdon mennyi, 1%, 50, 80 vagy mennyi. Ez azért probléma, mondok egy példát, ugye itt volt a MOL, fölmerült ma a MOL-nak a 21%-os kivásárlása. Most akkor a MOL-hoz ezek után a számvevőszék oda mehet vizsgálódni? És mit fog vizsgálni? A pénzügyi beszámolóját? Ott van egy könyvvizsgáló, független könyvvizsgáló. Párhuzamosan fognak ellenőrizni? Egyáltalán a tulajdonos, a többségi tulajdonos beengedi a számvevőszéket a MOL-hoz? Ha van neki 30%, van benne 30%-os állami tulajdonrész. Tehát ez egy teljesen tisztázatlan jogosítvány, hogy az állami résztulajdonban levő társaságoknál mi keresnivalója van a számvevőszéknek. Azt gondolom, hogy van keresnivalója, csak ezt meg kellene mondani a törvénynek, hogy micsoda. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Gönnör István képviselő úr következik, rendes felszólalást, a parancsoljon képviselő. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. A következő a 64-es ajánlási pont, ez szintén összefügg a kettessel, hogy nem határoztuk meg a fogalmak között, hogy mit jelent az állampolgári kötelezettség teljesítése. Mondjuk például a választójoggal való élés, vagy bármely más. Tehát egy hihetetlenül pongyola megfogalmazás van. Azt gondolom, hogy ezt is konkretizálni kell. Sajnálom, nem támogatták. Nem beszélnék, elnök úr, akkor külön azokról az indítványainkról, amelyekkel mi megpróbáltunk egy életpálya modellt fölállítani, hogy a gyakornoktól hogyan lehet eljutni a főtanácsosi címig. Viszont amiről beszélni kell, megint csak a részletes vitában beszéltem, és a kormánypárti módosító indítványok sem oldják meg azt a problémát, hogy a főtitkár, mint olyan, sehol nem jelenik meg a rendszerben, kivéve a fizetési dolgoknál és az azt követő paragrafusokban. Tehát mindenképpen a főtitkár kérdést el kellene dönteni, hogy az alelnökök mellett a hivatal vezetését azt a főtitkár végzi, vagy ha több alelnök van, akkor az alelnökök közül valamelyik. Ami viszont kifejezetten sérelmes és egyszerűen nem is értem, ezt Répási államtitkár úrnak is ajánlanám a figyelmébe, hogy a törvényszövegben benne van, hogy indoklás nélkül bármikor visszavonható. Hát az alkotmánybíróság pont ezzel utasította vissza nemrég az egyik